Sziasztok, Krisz vagyok, ez pedig az operátor számla következő része, ami nem másról fog szólni, mint Eliza Cohenről, azaz Ashről. Ash az alapjátékkal érkező operátorok egyike, az FBI alakulatba tartozik. Különleges képessége az úgynevezett Breaching Ground, ami a nem bebarikázott felületeket, a pajzsokat, illetve a letett szöges drótokat át tudja törni. Ennek a fegyvernek kettő lövedéke, valamit a kör közben el tud használni. Ash. A fegyvereiről szólva van kettő primary, kettő secondary, illetve tud hozni magával egy breaching charge-ot, illetve egy stun grenade-et. Az egyik primary weaponje egy G36C, illetve egy R4C. Én az R4C-t szoktam használni, bár ez nem igaz, mert inkább ilyen 60-40 arányban a G36C-vel. De az R4C szerintem sokkal jobb. 41-et sebez, ami a következő patchbe le lesz nerfölve 39-re. Nem tudom, hogy miért. Illetve kettő secondary, egy M45-ös, illetve egy USG. Én M45-ös szoktam használni, igaz kevesebb a tár és a lövedék benne. 8 és 7 plusz 1. De nem tudom, nekem sokkal jobban bejön, illetve egy stun grenade-et szoktam hozni vele. R4C-nél igazából összerakva úgy néz ki, hogy van rajta egy reflex, egy muzzle break, egy laser és egy vertical grip. Ezeket is szoktam váltogatni, amit nem szoktam egyáltalán semmelyik operátorral használni, ki van unlockolva, de suppressor, hangtompító fölösleges, csak leviszi a damage-et és kevesebbet fog sebezni, mint anélkül. Jó, igazából az operátorról ennyit. Következzen egy terroristant videó, ahol meg tudjátok ismerni, meglátjátok, hogy a Breaching Charge hogyan szuperál. Hogyha esetleg nincsen neked még meg S, és szeretnéd megvenni, akkor itt az alkalom, megnézed, hogyan működik, miért lehet vele lőni, aztán megveszed, ha kell. Ha nem, akkor meg nem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, dobjál rá egy lájkot, osszad meg, hogy mindenkihez eljusson, aki szereti a Rainbow Six Siege-et, iratkozzál fel, és légy szíves, kommentbe írjátok meg, hogy a következő operátor ki legyen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!